Az őszi szezon utolsó négy idegenbeli meccséből kettőt már letudott a Kisvárdai KC, és a két találkozón három ponttal gazdagodott a Rácz Sándor által irányított együttes. A Gödi -ese otthonában 26-23-ra nyertek lévaiék, akik a legutóbbi fordulóban Budapesten a Szent István ellen is 26 volt lőttek, ami azonban az építők csarnokban csak a döntetlenhez volt elegendő. Négy pontból hármat hazahoztunk Budapest környékéről. Utólag azt mondom, hogy értéke van. A játékunk az, az egyik meccsen meggyőző volt, és kiállta az idegen próbát. A második meccsen csak egy első fél időig jutottunk, egy nehéz körülmények között, aztán sokáig hezitáltam, hogy az érték vagy kudarc az egy pont. Én úgy gondolom, hogy egy feljutó csapatnak ezt is értékelnie kell. A kisvárdaiak vasárnap Egerben a listavezető Eszterházi Főiskola csapatánál vendég szerepelnek. Az Eger most favorit ebben a csoportban, ő ugye megjárta már az NB1-et, de visszatért, mint több csapat is éveken át, akik ugye próbálkoztak feljutással, visszatértek. Most talán egy új megközelítésben, jó millióben dolgoznak, visszatértek játékosai külföldről. Képbe vannak, hát mi meg nem megyünk feltartott kézzel, nincs veszíteni valunk egy ö, nagy meccs lesz szerintem, sok-sok futás mennyiséggel, a minőség kapus fog dönteni. Az NB egy B keleti csoportjának élén az Eszterházi KFSC 22 ponttal, megelőzve az egyaránt 18 pontos Kispestet és a Kisvárdai KC 16 ponttal a negyedik a tabellán.